Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 4-én új hold van, és az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik, együtt vannak. Mivel a holdnak nincs saját fénye, hanem tükrözi azt, amit a naptól megkap, tehát új hold napon a hold nem látható. A kínai asztrológiában úgy szokták mondani, hogy az égi császár és az égi császárnő visszahúzódik a hálószobába, és ezt nem kell, hogy lássuk. Amit a mi asztrológiánk vagy az indiai asztrológia közöl, ez a visszahúzódás, hiszen erőt kell újra meríteni. Az indiai asztrológusok úgy szokták ezt elmagyarázni, hogy közel egy új hold előtt a hold nagyon gyenge, szinte haldoklik, és kell a nap energiája. A hold eléri a napot, tehát találkoznak, és akkor a hold újra energiát merít a naptól, és utána megnövekszik, és minden így megy előre. Természetesen ez kihat ránk is. Az előfordulhat, hogy a mai napon erőtlennek érezzük magunkat. Mert a hold nem csak a nappal találkozik, hanem Mars bolygóval is. Lesz egy hold Mars konjunkción, és együtt hatnak. Mars bolygó az jelenti az erőnket, tehát fontos, hogy most meglegyen a nyugalom, hogy visszahúzódjunk, hogy erőt merítsünk valamiből. De azt is jelentheti, hogy a férfiak most visszahúzódóak. Van múlt, van jelen, és van jövő. Először megtekintjük a múltat. Mit kellene megőrizni, mert erőt ad számunkra, vagy mitől kellene elbúcsúzni, mert rabolja az erőnket. Ez a mesebeli kártya nagyon érdekes, hiszen itt van egy törött korsó. Ezt már nem lehet megjavítani. Tehát vannak bizonyos dolgok az életedben, ami már eltörött, amin nem tudsz javítani. Akkor ne gondolj rá. De itt a képen látható egy kút, és ebből meríthetsz, hiszen van benne víz. És a víz jelenti az intuíciódat, az inspirációt, és az érzelmeket is. Tehát nincs minden elveszve. Itt látható ez a fűzfa. Ez jelenti a szomorúságot is. Valami megbántott téged, vagy valami miatt szomorú vagy. De amit ez a fa még jelenthet, hogy mégis odaérkezel, ahova szeretnél, ahol úgy érzed, igen, itt van a helyem, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a természet, amiből erőt merítesz, vagy a hivatásod, de lehet a párkapcsolat is, vagy egy helyváltozás. Ami fontos, hogy meglegyen a belső harmónia, ez a kiegyensúlyozottság. Itt van egy aranyszabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Maradj a középpontban, mert ez az aranyút. És most megtekintjük a jövőt. Mi vár rád? Mire kellene odafigyelni? Itt ezen a képen láthatóak az érmék. Az utalhat az anyagiakra, az értékekre, de a belső értékekre is. Azon kívül utal a munkára, a hivatásra. Itt van nálad most egy húzavona.
tegyem, vagy ne tegyem. Megőrizzem a jelenlegi munkámat, mert ez biztos, vagy változtassak valamit, ami a munkát, a hivatást illeti. Persze, mint mondtam, itt gyakran értékekről is van szó. Ez is lehet egy húzavona, mi vagy ki értékes számodra, melyik kapcsolatot kellene megtartani, vagy kitől kellene elbúcsúzni. Neked most vannak ötleteid, megvan a könnyűség, a vidámság is, de ezt megvalósítani, vagy egy kezdet a mai napon valamit indítani, ez nem a megfelelő időpont. Mert most erőtlen vagy, tehát nem jó ez egy új kezdethez. Viszont megvannak a lehetőségek. A mai új holdat Spica csillag sugározza be, és Spica csillag jelenti a termékenységet. Amikor valami megnövekszik, fejlődik, itt van nyeremény, itt gyümölcsözik valami. De várd meg, amíg ez az új hold elmúlt, amikor a hold eltávolodik a naptól, és eltávolodik Mars bolygótól. És akkor a következő napokban indíthatsz valamit, és Spica csillag megígérte neked, itt lesz nyeremény, fejlődés, szerencse, hiszen kivirágzik valami. Itt ezen a képen látható, hogy valami lelkesít téged, szeretnél indítani. De itt megvan a bizonytalanság, mert nem tudhatod, ha a mai napon egy lépést teszel előre, hogyan alakulnak a dolgok. Marad a talaj a lábad alatt, vagy lezuhansz a mélybe. Ami fontos, ezt mutatja itt ez a kehely. Hallgass a saját érzelmeidre, a belső hangodra, az intuíciódra. Amit ez a kehely még jelenthet az intuíciódon kívül, hogy megvan arra a lehetőség, hogy kibontakoztasd magad a művészetek területén, itt lesz egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális életút. És van ennek a kehelynek még egy jelentősége, hiszen itt a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. Lesz egy új kezdet a párkapcsolatot illetően. Milyen külső befolyások vannak, és ez befolyásolja az életedet? Itt mutatják a kártyák. Itt van betegség, vagy valami betegít téged. Az lehet, hogy nem érzed jól magadat, vagy valaki beteg a környezetedben. De itt az ajándék, tehát itt lesz javulás, gyógyulás. Amit ez a kártya még jelenthet, a gyógyító erő, lehet, hogy ez a hivatásod, vagy érdekel ez a téma, ami úgy jön, mint egy ajándék, tehát szerencsét hoz neked. Ha olyan helyzetben voltál, ami téged betegített, vagy valaki megpróbált téged megbántani, és ez is betegített téged, ez most elmúlik, mert ez az ajándék azt jelenti, hogy ez a személy bocsánatot kér, hogy javul a helyzet, és az kihat rád, és kihat a szerelemre, tehát itt párkapcsolatról, szerelemről van szó, és ez az ajándék azt jelzi, itt javul a helyzet, vagy ez a férfi megajándékoz téged. És itt vannak az érzelmek is, erre utal ez a kehely. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!